Sziasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. Mégis mi történik itt? És mennyi spongybobos horrorjáték jön ki mostanában? De hát ismertek minket, mi bizony az összesen játszunk, és az összeset megpróbáljuk kijátszani. A most következő videónkban pedig a Potrick Snap 2-t hoztam el nektek. Az előző részt kijátszottuk, és hát brutálisan durva volt, hogy megláthattuk Patricknak a sötét oldalát. Remélem, hogy ez a játék is baromira jó lesz, semmit sem tudok róla, csupán annyit, hogy kőkemény 1 dollárért vásároltam meg kb. 3 perccel ezelőtt. Hogyha egyébként örültök ennek a videónak, akkor mindenféleképpen már most csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés, hogyha valaki pedig még nem iratkozott volna fel, akkor mégis mire vár, amikor durvábbnál durvább gémeket pörgetünk itt? Na de időközben itt is vagyunk már a játékunknak a menüjében. Milyen akciózene van itt? Szellemüljünk át teljesen, ugyanis tovább romboljuk a most következő játékunkkal a gyerekkorunkat, én úgy érzem. Rá is megyek a playre. Igenis, kapitány! Ó, ki lakik oda, nem kit rejt a víz? Nyomod? Hogy tessék? Most mi Patrickkal vagyunk? És Sandy megmentett minket a rendőr elől? És konkrétan azt a rendőrt a holdba repítettük? Mi ez a játék? Sok mindenre számítottam, de erre nem. Hát de tudja, hogy Patrickkal vagyunk. Az a baj, hogy annyi spongybobos horror játékot nézzük meg a csatornán, hogy rendes már. Összemosódnak nekem, és nem is vagyok vele tisztában, hogy pontosan hol ért véget, de most akkor Sandy nem Patrickot mentette meg. Patrick az kiszabadult a kórházból, ugye? Na de itt is vagyunk már, még mindig nem tudom, hogy kinek a szemszögéből, de akkor szerintem nem Patrickéből. Az a baj, hogy tényleg nem emlékszem már az előző részre, pedig nem volt régen. Az is a küldetésünk, hogy beszéljünk Sandyval, mondjuk is neki, hogy köszi, hogy segítettél nekünk. Nagyon szívesen. Nézzük a híreket. Na! Ez akkor most egy randi, kedves Sandy. És még hogy rimmelt is? Milyen nagy szemekkel néz ránk. Hello! Nem vagy úgy te rossz nő? Robi vagyok. Hát egyből már az otthonában is fogadott minket, még ilyenek. Nézzünk azért egy kicsikét szét. Hát a Sandy aztán nem szórakozik. Mennyi fegyvere van? Aha! Mi ez a majom? Eléggé parának néz ki így. Egy horror játékon belül mit ne mondjak. Ő pedig... egy csontfejű valaki. Annyira ezek a meséből nekem nincsenek meg. De gondolom, hogy ezek onnan vannak szedve. És itt a fán konkrétan egy hal lóg. Mennyire beteg már ez? Annyira kreatívan vannak megvalósítva ezek a horror játékok. Nagyon szeretem őket. Rettentő jó pofák. Na de üljünk is le mellé, és nézzük is a híradót. What? Aha. Akkor ebből kiderül, hogy mi nem Patrickkal vagyunk, ugyanis Patrick megszökött a kórházból, és most egyből a rozsdás rákolló felé vette az irányt. This is not good news. Ezek nem jó hírek. Együnk, majd pedig holnap menjünk Planktonhöz. Ő Plankton akar lenni? De tuti,
hogy Patrik akkor ránk vadászhat. Annyira parán néz ki a Szandi, és folyamatosan a feje leköveti azt, hogy mi mégis hol vagyunk. Hát odáig van értünk a nő. Vigyük is a pizzát neki. Hát ilyen úriemberek vagyunk. Na, nem is néz ki rosszul. De ezt nem kell megsütni vagy megmelegíteni? Hát, ezek szerint nem. Hanem kivesszük a hideg hűtőből, és már romantikusan... What the? Közösen el is fogyasztjuk. Most akkor megettük. Beszéljünk is Szandival. Itt a randin közepén aludnod kell. Hát aludjunk akkor együtt, kedves Szandi. Csak aludjunk, azt írja ott nekünk a küldetésünk. Biztos vagy benne, hogy csak aludni akarsz? Jól van, leállok. El is foglaltam a helyemet. Hogy telibe fejeltem? Az ágyat. Na itt mégis mi történik, és miért kötöttünk ki a rozsdás rákollóba? Ez most vajon az álmunk, vagy pedig a valóság? Aha, szóval az van, hogy ameddig ittam, lemaradtam itt a hatalmas nagy jumpscare-ről, ezért elnézést szeretnék kérni. Ezt az egészet mi csupán álmodtuk, hogy ott vagyunk a rozsdás rákollóban. És megijesztett minket Patrik, szóval ez egy rémálom volt, és az volt a legeslegdurvább az egészben, hogy a menün, ami kint volt a falon, voltak olyan ételek, hogy emberhúsos hamburger. Mi történik itt? De hát az a küldetésünk, hogy beszéljünk Szandival, mondja is, hogy menjünk Planktonhoz, gondolom. Ha Patrik Potrik, akkor Plankton pedig Blankton ebben a játékban. Én már semmin sem lepődök meg. Most vajon mi meg fogunk halni? Vagy nem? Ez itt a kérdés, de egy biztos, hogy én mindent megteszek a túlélés érdekében, de ő amúgy sokkal, de sokkal kisebb ennél. Hát rendes itt nagyobb, mint a Szandi. Mi történt vele? Mivel etetitek? Spenóttal? Jaj, ezt a számítógépes témát derég láttam. Nem is emlékszem már a nevére. Ő pedig itt nem az igazi rák úr. Rák úr már meghalhatott, nem? Csak random rák úrról van egy szobra, gondolom. Á, de félelmetesen néz ki! És milyen kis pici a szeme! Na de most az a feladatunk, hogy hozzunk a konyhából kaját. Itt van egy WC. Hát nem a legexkluzívabb helyen van így az étterem kellős közepén, egy függönnyel elválasztva, amit ne mondjak. Azért igazán figyelhettél volna ilyenekre, kedves Plankton. Itt van a kajci, halat fogunk enni. Miért vannak protkók a konyhában? Nézzünk még azért körbe. Meg az is számomra eléggé fura, hogy miért barátkozunk amúgy Planktonnal? De hát Plankton a fő gonosz, csak ő tudja akkor ezek szerint megállítani Potrikot. Ez hamarosan ki fog derülni. Na de akkor viszem is a kaját. Tessék, kedves Plankton, hoztam neked kaját. Állítsuk meg közösen Patrikot! Nem már. Rendes, szomorú ez az egész. Amikor kicsi volt, bántották őt. És nem voltak barátai. Nagyon sajnáljuk, Plankton. Most mindent meg fogunk változtatni, és mi a barátaid vagyunk. Csak állítsuk meg Potrikot. Na de ki kell mennünk most a mosdóba? Mi volt ez? Hát ezek az előbb mi voltunk, de Potrik meg is jelent már, és elvitte Szandit. Azt jól láttam. Szandi! Megmentelek! Ja, hogy végzett Planktonnal, illetve Planktonnak a csajával, plusz rák úrral is. De ez nem csak egy rák úr szobor. Szerintem de,
De hát Potrikot nem érdekelte, ő ettől függetlenül vele is végzett. Na de vegyük is fel a telefont. Szeretnék 1 millió dollárt, vagy pedig Sandy meghal. Oktopusznak hív minket, mi akkor? Most tunyacsáppal vagyunk? Most próbálok visszaemlékezni, de akkor az előző részben Spongyabobbal végzett? Az a küldetésünk, hogy beszélnünk kell a Gigahallal. Hát nagy eséllyel szerintem ő lesz a Gigahall. Hello! Jössz bandázni és segítesz nekünk megmenteni egész bikini feneket? Fogjunk össze és alkossunk egy hatalmas nagy csapatot. Meg kell egyszerűen állítanunk Potrikot, ugyanis konkrétan mindenkivel végez már. Ez így nem mehet tovább. És most, hogy beszéltünk vele, az a következő küldetésünk, hogy a házunkból, azaz Tunyacsápnak a házából fel kell vennünk a pénzt, hogy oda tudjuk adni Potriknak. Hát de csak nem fogja bántani akkor a Sandit, de akkor sem mehet ez így tovább, hogy folyamatosan mindenkit kedve szerint tud zsarolgatni. Hogy ide találtam? Azért jóval egyszerűbb lett volna, hogy odaraktak volna nekünk egy kocsit. Remélem, hogy majd Potrik fele azzal a kocsival fogunk menni, és az bizony nem véletlenül van nekünk odarakva. Ki az a fószer ott? Nála lesz a pénz, vagy Mizu? Ja, hogy ott van a pénzes zsák, hát megérkeztünk. Most amúgy azon gondolkozok, hogy valahogy csak ki lehetne cselezni Patrikot, és megmenteni Sandit, meg egyben megtartani a pénzt is. Ja, hogy ő egy csöves, akinek most adtunk pénzt, erre pedig az a tag ellopta a pénzt. Hát de nem már, én akarok itt cselezgetni dolgokat, hogy tartsuk meg a pénzt, és legyen meg a nő is, és akkor bizony megnyerjük az életet. Erre pedig az emberünk, aki barátunknak adta ki magát, nagyon is meglógott a pénzzel, de karambolozott és meghalt. Hova tűnt a tag? Meg kivel karambolozott? Csak random felborult. És akkor most a pénzt odaadjuk Gigafishnek. Milyen neve van? Milyen kis pörgőrugással szétrugott minket a Potrik. És most bizony az álmunk valósággá válik. Potrik meg hol van? Tisztára olyan, mintha fűrészben lennénk. És a Potrik elrabolt minket, és adja nekünk a feladatokat, hogy mégis mit csináljak. És ha nem teszem, akkor pedig meghalunk. Hát mondom én, hogy fűrész van itt. Ne csináljátok! Megy az időnk, és kérdések vannak nekünk, hogy ki a legeslegintelligensebb. Mivel Potrik csinálta ezt az egészet, gondolom arra kell menni, hogy ő. Most jól döntöttem? Aha. Ezek szerint jól döntöttem, és jön is a következő kérdésünk, amely az, hogy ki a leglassabb állat a világon. Menjek a csigára, vagy pedig, mivel Potrik állította össze ezt az egészet, menjek arra, hogy én. Nézzük meg először a csigát. Aha, rossz volt a válaszom. És most előről indul az egész kvíz. Itt ugye Potrik volt a helyes válasz. A következőnél akkor nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha rámegyek arra, hogy én, hát az bizony helyes, és milyen mellei vannak, meg mennyire parán néz ki, és mi durva, hogy konkrétan
annyi esze van, mint kőnek, és mégis ő tartja rettegésben egész bikinifeneket, meg ő végzett mindenkivel, ki a legeslegerősebb. Hát rámegyek én a Patrickra, hát persze, hogy az a helyes válasz, és itt is van a legeslegutolsónk. Jó, hogyha leállítom a játékot, akkor is folyamatosan megy a számláló. Ott van Sandy fogva tartva. Nekünk pedig választanunk kell, hogy kitöljünk meg magunkat, vagy pedig mindenkit. Hát feláldozom magamat. És megmentem bikini feneket. Meghalunk, de nem ez a játékunk vége. Szóval nincsen ilyen opciónk, hogy feláldozhatjuk magunkat, hanem akkor ezek szerint az a helyes opciónk, hogy mindenkivel végeznünk kell, és miattunk fog egész bikini fenék kipusztulni. Ne csináljátok már! Miért nem lehet az ilyen horror játékoknak valami boldog befejezése? Miért kell ez? Pedig értitek, még ilyen stressz helyzetben is mennyire feláldozó voltam, és az életemet adtam volna egész bikini fenékért, de hát hogyha nem lehet, akkor nincsen más választásunk, öljünk meg mindenkit. De most Sandit megmentettük ezzel? Lángokban is áll már az egész rozsdás rákul, hát rendes szomorú leszek itt. És ennyi is lett volna a játékunk. Brutálisan jó volt! Hát milyen komplet sztori van itt? De most akkor Sandy megmenekült? Vagy tényleg mindenki meghalt? Hát gondolom, mivel az volt a választásuk, hogy mindenki meghaljon, mindenki meghalt. És akkor ennyi volt ennek a Patrick Snap sorozatnak a lezárása? Hát csak nem, és csak ki fognak még itt derülni dolgok, és csak fog jönni egy harmadik rész. Egy biztos, hogyha véletlenül megjelenik, akkor mindenféleképpen játszani fogunk azzal is. Brutál, hogy ilyeneket ki tudnak hozni egy játékból, és így tovább tudják fonni a történet szálat. Remélem, hogy nektek is bejött ez az egész. Én köszönöm szépen, hogy veletek együtt játszhattam ki, és veletek együtt élhettem át ezt az élményt. Ott van minden lent a leírásban. Hogyha pedig esetleg valaki még nem nyomta volna be a csengőt, akkor kérlek tegye meg, ugyanis akkor értesülni fog a legeslegújabb videóimról. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben. Addig is, szevasztok!